Az okos leány. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy okos leány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még a királyhoz is eljutott. A királynak annyit beszéltek a fülébe a leányról, hogy befogadott a hintóba, a leányért küldött, s elhozatta az udvarába. Felviszik a leányt a palotába, ott a király fogadja, s mondja neki. Na te leány, hallottam a hírét a nagy eszednek. Hát, ha olyan nagy az eszed, van nekem a padláson 100 esztendős fonalam. Fonj nekem abból aranyfonalat. Felelte a leány. Felséges királyom, életem, halálom kezébe ajánlom. Van az édesapámnak 100 esztendős sövénykerítése. Csináltasson nekem abból orsót. És akkor én is megfonom az aranyfonalat. Tetszett a királynak ez a felelet, és mindjárt más kérdést gondolt ki. Hát jó van, leányom. Az első kérdésemre jól megfeleltél, mondok mást. Van nekem a padláson 100 lyukas hordóm. Foltozd meg azokat. Én jó szívvel, mondja a leány, csak előbb felséget fordítassa ki a korsókat, mert azt tudja bizonyosan, hogy semmit sem szoktak a színéről foltozni, hanem a visszájáról. Mondja a király. Okos volt a második felelet is. Még adok neked egy kérdést, s ha arra is megfelelsz, itt a kezem. Feleségül veszlek. Csak mondja, felséges királyom. Hát én azt mondom, hozz is, meg ne is, legyen is, meg ne is. Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az ajtón, megy a konyhába, ott a szakácsnétől kér két szitát. Aztán megy az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg galamb, megfogott egyet, a két szita közé tette, és úgy ment fel a király színe elé. Itt van, felséges királyom. Fogja a király a két szitát, hogy megnézze, mi van benne. Abban a pillanatban a galamb kirepül. Na lássa, felséges királyom, hoztam is, nem is, volt is, nincs is. De már erre olyan erősen megtetszett a királynak a leány, hogy egyszerében hívatta az udvari papját, összeesküdött a leánnyal. Elő a cigányokkal, lett nagy lakodalom, eltartott egy hétig, talán kettőig is. Én is ott voltam. Egyet jó, táncoltam. Aki nem hiszi, járjon utána.